A kapu csak egy dróttal volt beakasztva, a bejárati ajtó pedig nyitva volt. Így könnyen bejutott egy második kerületi házba az a férfi, aki ellen most vádat emelt az ügyészség. Kutatni kezdett a házban, egy laptopot elő is készített, magával akarta vinni. Erre azonban már nem maradt ideje, a ház egyik tulajdonosa, egy nő, ugyanis éppen ekkor ért haza, és megzavarta a betörőt. A konyhából az étkezőbe kitartó betörővel szembe találta magát. Ekkor azonban váratlan fordulat történt, a férfi előkapott egy kést, és a nő mellkasának szegezve pénzt követelt. A hölgy megőrizte a lélek jelenlétét, kommunikálni kezdett a férfival, elérte, hogy ő kijöjjön vele, kicsalta az utcára, és amikor kiértek, akkor a szomszédhoz odaszaladt a hölgy, a kapucsengőn keresztül segítséget hívott, amikor ezt észlelte az ekkor már rabló, akkor megijedt és sietve elhagyta a helyszínt. Nem sokkal később a rendőrök elfogták, és most kollégáim vádat emeltek ellene, mint visszaesővel szemben, felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete miatt. A férfi jelenleg letartóztatásban van. Az ügyészség fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a rablóval szemben, aki garázdaság és ittas járművezetés miatt korábban már volt büntetve. Az ítélet kiszabása során ezt is figyelembe veszi majd a bíróság. A szakemberek feltételezése szerint ezúttal sem rabolni akart, de mivel meglepték, ezért pánikba esett és nem látott más kiutat, így végül agresszíven reagált. A nyári időszakban egyébként több lehet a besurranásos lopás, sokan a szellőztetés miatt nyitva hagyják az ajtókat és az ablakokat. Éppen ezért a szakemberek mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. Vannak olyan kerületei Budapestnek, ahol kifejezetten úgynevezett rányításos módszerrel próbálgatják a kilincseket, kertkapun, társasházi ajtón, hogyha van kilincs, hogy melyik marad nyitva. Tehát mindenképp érdemes magát a fő kaput, ami az ingatlant az utcától elválasztja, ezt zárva tartani, hogy erre ne lehessen csak úgy rányitni és így bejutni. Az, hogy aki otthon van, mindenki másképp szerető, bezárja az ajtót vagy nem, de érdemes figyelni, hogyha nem is zárjuk be az ajtót, akkor észleljük azt, hogy amikor az kinyílik. Tehát ilyen lépéseket lehet tenni. Természetesen az a fontos, hogy mindenki érezze jól és szabadon otthon magát, tehát a hatóságok feladata elsődlegesen megvédeni az állampolgárokat és biztosítani azt, hogy ne történjenek bűncselekmények, de ilyen apró dolgokkal, hogy ne csak egy drót rögzítse a kertkaput, hanem legyen rendesen bezárva, illetve ha otthon vagyunk, akkor is hajtsuk be az ajtót mindenképpen. Ha valaki hosszabb ideig nincs otthon, annak érdemes megkérni a szomszédokat, hogy rendszeresen ürítsék a postaládát. Emellett riasztót vagy biztonsági kamerát is célszerű felszereltetni.